Üdvözlök mindenkit, egy újdonságot szeretnék megmutatni. Ennek a segítségével egy ilyen tudásbázist tudunk felépíteni arról, hogy mit tudnak az alkalmazásaink. Tehát itt a követelményeket, azokat definiálni tudjuk, ellenőrizni tudjuk, ez automatizált tesztet jelent, illetve be tudjuk mutatni egy ilyen prezentációszerűen. Ennek az egésznek a hátterében az, hogy BPMN-ben meg lehet adni különböző folyamatokat, például tesztelést. Ezt nagyon könnyen nyomon lehet követni, illetve a BPMN-en belül pedig ilyen JavaScript-ekbe tudjuk megadni a vezérlésnek a részleteit. Tehát itt például egy böngészőt nyitunk meg, és elindítunk egy keresést. Tehát nagyon egyszerű szerkezeteket szoktunk általában használni. Nagyon könnyen vezérelhető, mentés után egy home meg egy enterre lefuttatja az egészet, megnyílik a böngésző is. Végrehajtja a keresést. A futásoknak az eredményei azok rögzíthetők, és akkor így utólag vissza lehet nézni, hogy mi is történt, illetve, hogyha adott JavaScript utasításokat beleírunk, akkor az egész egy ilyen prezentációszerűvé tehető. Hát itt a szóközt nyomogatom, és akkor itt hozzak sorba a szlájdokat. Képernyőképeket fényképezni, stb. Tehát itt gyakorlatilag ez az egész erről szól, hogy a követelményeket azokat meg tudjuk adni, ellenőrizni tudjuk, illetve be is tudjuk mutatni. És hát kinek lehet ez jó? Tehát hogyha például vannak valami kritikus alkalmazásaink, aminél nem mindegy, hogy egy adott követelmény az ténylegesen működik-e vagy nem, vagy hogyha valami szoftverfejlesztést csinálunk, akkor például az acceptance teszteket meg lehet ennek a segítségével adni. Bármilyen tesztet egyébként hozzá lehet kapcsolni. Például egy user story-t azt kezdetben meg lehet adni ilyen prototípus szinten, utána, hogy halad a fejlesztés, így ki tudjuk egészíteni a tényleges teszteléssel, és végül pedig be tudjuk írni a prezentációnak megfelelő elemeket. Hát ez egy ilyen kis érdekesség, hogy maga ez az eszköz, ez hozzákapcsolható ilyen text-to-speech rendszerhez, ami föl tudja olvasni a szövegeket. Ez azt jelenti, hogy ki tudjuk próbálni azt, hogy ez prezentációszerűen hogy hangzik. Glassfish defining the data source. At the beginning, the application cannot access its database. Data source is not available. Let's navigate to the admin console. Let's open the JDBC connection pools page. We create a connection pool and set its parameters. We set the database properties. The pool exists in the table. Ping succeeded. Tehát ezt például föl tudjuk venni, és akkor át tudjuk adni a megrendelőnek, hogy tényleg ez működik ez a dolog. Itt azt láttuk, hogy egy korábbi futásnak az eredményét visszajátszotta ilyen prezentációszerűen, de azt is meg lehet tenni, hogy ahogy ott real-time csinálja a tesztelésnek a lépéseit, azt is hozzá tudja szinkronizálni a text-to-speech-hez. Find a meetup group using Firefox. Let's open the browser. Let's use the search fields. We look for a test automation meetup in Berlin. Now the location is Berlin. The meetup groups. Hát ezt van, aki nagyon szereti, van, aki nagyon utálja. Megfigyelésem szerint azok utálják, akik a teszteléssel szeretik. Mert hogy olyan, mintha kívülről kipróbálná valaki, hogy te hogy is próbálod leírni ezeket a dolgokat. Több ilyen egyedi technika van ebbe az eszközbe. Tehát egyrészt ugye BPMN diagramok segítségével egy ilyen követelmény struktúrát lehet definiálni. Illetve bele van építve egy ilyen multiverse-nek nevezett technika. Hát ennek az az érdekessége, hogy ezt pont két évvel ezelőtt mutattam itt be egy meetupon áprilisban. Ennek az a lényege, hogy ez a kombinációs problémát tudja megoldani. Azaz, amikor tesztelünk, és ugyanazokat a lépéseket kellene megismételnünk, akkor ezt meg tudja csinálni. Tehát is adott ágon elágazni. Itt azt láthatjuk, hogy a kezdőponttól kezdve egész az ág legvégéig lemegy, és utána újra a kezdőponttól kezdve, tehát mint hogy az összes
párhuzamos valóságot így kipróbálná. Ezzel nagyon, tehát viszonylag röviden le tudunk írni egy elég nagy lefedettséget. Hát egy ilyen másik eszköz az, hogy meg tudjuk mondani, hogy melyik követelmény részt ellenőrizze. Itt most egy-egy ágat adok csak meg, hogy azt nézze meg. És közben ott vezérli a böngészőt. Illetve a követelményekhez prioritásokat lehet rendelni, és akkor így lehet olyat csinálni, hogy csak egy ilyen felszíni ellenőrzést hajtson végre, ahol csak a legfontosabb feature-öket ellenőrizzük. Itt azt láthatjuk, hogy az alsó részek azok nem hajtódtak végre, mert azoknak alacsonyabb a prioritása. Hát egy nagyon lényeges elem ebben az egészben, hogy a browsernek a kontrollja az a Seleniumra épül, azonban van itt egy olyan kiegészítés benne, ami ezt rendkívül egyszerűvé teszi ennek a használatát. Tehát ez egy ilyen magas szintű vezérlést tesz lehetővé, ilyen értékadás, értékeléréssel tudjuk vezérelni az egészet, illetve bele vannak építve különböző ilyen szinkronizációs tipikus példák. Az azt jelenti, hogy ezzel nem kell törődnünk, így nagy dinamikájú weblapokat is tudunk ellenőrizni. Ajax vagy általában JavaScript. Tehát itt ezt az eszközt ezt rendkívül egyszerű használni, tehát ilyen minimális informatika ismeret szükséges hozzá. Az üzleti elemzők is, azok is át tudják tekinteni az így készült, úgymond követelménymodelleket, illetve ilyen kisebb módosításokat is tudnak benne végrehajtani, valamint esetleg ezeknek a vázlatát meg tudják adni, és mindenképpen vezérelni tudják ezeket, és le tudják ellenőrizni, hogy tényleg működnek-e a dolgok. És hogy hát ez annyira könnyen használható, hogy ez az UAD része a tesztelésnek, ennek a költsége ez rendkívül lecsökkenthető. Hát így befejezésképpen csak annyit szerettem volna mondani még, hogy ez azért is volt egy nagyon érdekes kísérlet, mert ez az eszköz, ez valójában egy módszernek a használatát teszi lehetővé. Ez mégpedig az, hogy milyen módon adjunk meg egy alkalmazást, az alkalmazásnak a követelményeit. És hát itt ez a módszer, ennek van egy ilyen matematikai háttere, ami most nem annyira lényeges. A lényeg az, hogy egy követelmény struktúrát határozzunk meg egyrészt adott jellegű elemekkel, másrészt pedig úgy írjuk le ezeket a lépéseket, mint hogyha valakinek be akarnánk mutatni azt a programot, hogy mit tud a mi alkalmazásunk. Ez még módszer, ez önállóan is használható, és rendkívül föl tudja gyorsítani mind a követelmények elemzését egy új alkalmazás esetén, mind egy teszt eseteknek a tervezését, mind pedig egy alkalmazásnak, amikor egy bemutatót készítünk. Köszönöm szépen! Kérdés? HTML5-ös böngésző, meg Java. De hogy szabadon letöltött? Hát nem, ez egy ilyen licenszdíjjal működik, de egy ilyen egy hónapos eval van rá. Tehát van egy ilyen 80 euró körüli havi ilyen licenszdíjjal, de van egy hónapos evaluation. És ebben már beszéljük, hogy benne van? Igen. Hát azt külön hozzá kell rakni. Ez a németek készítették ezt a Mary text-to-speech-et. Ezt egyébként ilyen otthoni, az intelligens otthon irányítására is szokták használni, például tehát annak a rendszerre. Ez egy elég jó sikerült text-to-speech a korábbiakhoz képest. Kérdés van? Jó, köszönöm szépen!